Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A rabitestület doanyja, a magyar rabitestület doanyja, Kardos Péter, a heti televízió szinte állandó vendége. Szia Péter! Szervusz! Megint idősebbek leszünk egy esztendővel, hamarosan 5783-at fogunk írni. És akkor se jónut is mondhatunk, hogy megértük ezt, mert tudnélik, most sajnos hát nem mindenki lett egy évvel idősebb. Igen, sőt, egyre több ismerősünk, közös ismerősünk mennek, távoznak a fenti kávéházba, és már ott helyet foglalnak nekünk, de mondom, hogy várjatok, majd jövünk, kicsit még nyugi. Mennyivel lesz ez az új esztendő, ez a Rosh Hashana más, mint a többi? A napokban mondtad, valakivel beszélgetés, mondtad, hogy hát ez a Zoom nagyon eltántorította az embereket a zsinagógáktól, de hát nagy ünnepekkor azért a zsinagógák mindig tele voltak. Amikor fiatalok voltunk, akkor nem tudom, emlékszel-e rá, akkor ilyen kört csináltunk. Ott voltunk a József körút 27-ben, aztán elmentünk az ortodoxhoz, akkor benéztünk a dohányba. Ez ilyen, én ezt Satchen túrának neveztem, mert mindenkivel lehetett találkozni, akik egy évben csak ezen a napon voltak zsidók, azokkal is lehetett találkozni. Valahol olvastam, hogy micsoda csapás, ha az ember mindenre emlékszik. Nem egy kellemes dolog, én is emlékszem ezekre, és akkor tanúi vagy szenvedő, elszenvedői voltunk a paradigmaváltások sorozatának. Ma már kört nem igen lehetne tenni, úgyhogy meg kell elégedni azzal, ahol vagyunk, hogy meg ott már legyen. A lábaink sem olyan fürgék, mint annak idején. De már nincs szükség rá, mert akkor, ha nem lettünk volna fürgék, akkor ugye nem tudtunk volna kört tenni. De most az a helyzet, hogy mennyivel lesz ez más. Remélem, hogy nem lesz másabb, mint a tavalyi, mert tavaly még csak a járvány foglalkoztatott bennünket, aztán a háború is hozzájött, és akkor a Une Sane Taikef imából a felsorolás, ki születik, ki hal meg, és ki mi által hal meg, és van egy felsorolás. Nem szeretném most idézni, hogy mit a járvány, háború, meg ilyenek nincs. Ki kard által, az a háborút jelenti. Jó, de hát azért érdekes dolgok történtek ebben az esztendőben is. Most, hogy megérkeztél a beszélgetésre, elhoztad az új élet legfrissebb számát, ami szeptember 15-én hagyta el a nyomdát, és itt érzünk valami ünnepi hangulatot, de ha kinyitom, akkor látok itt Horthy szobrot, látok itt horogkeresztet tetoválva ember lábára, megemlékezést a mártírjainkra, tehát van itt üröm is, meg öröm is. Ahogy a valóságban. Attól függ, hogy ki melyiket veszi észre, te is olyan vagy, mint én egyébként. Tehát mindenki olyan új életet kap, amilyet érdemel. Aki csak a negatívumokat látja benne, az a pozitívumokat. De ez így van a rádió, televízió, a bemondta az internet című copyrightos mondat. Nem lehet válogatni. Egyszer nagyon régen, még a rendszerváltás után, mikor a legnagyobb viharok voltak a médiában, még internet nem volt, mondták, miért nem alakítanak egy olyan rádiót, ami csak jó híreket mond? Hát, hogyha megboldogult Klaus Naftali most élne, akkor ő ennek a lapszámnak, hogyha ezt kezébe veszi, újongana örömében, mert nem csak a címlapon találunk már héber betűket, hanem ha kinyitom, itt a cikkekben is vannak. Ugyan gondolom, hogy ez ilyen idézetek, smoriszrel, smorsirdészrel, hát igen, de mégiscsak héber betűk. És akkor feltételezhető, hogy 5782 azt is elhozta, hogy az olvasók el is tudják olvasni, mi alapban megjelenik? Mivel pontozatlan a héber írás, a héber idézet benne,
nem biztos, hogy mindenki el tudja olvasni. Hát ezek olyan idézetek, amiket, hogyha valaki az imakönyvet tudja forgatni, akkor az hát az igen, az el tudja, mert ezek azért viszonylag közismert idézetek. Úgyhogy, de nem ideológiai oka volt, hogy eddig nem jelentek meg héber betűk, technikai. Hát a számítógépnek a héber betű kollekciója, meg a nyomdának, ami megfordítja folyton a héber betűket balról jobbra, jobbról balra. Ezek technikai. Érdekes dolgok jöhetnek ki, mert és itt van a színes Izrael. Izrael népe hamarosan újra az urnákhoz járul, és megint választás lesz, és az időjárás jelentők szerint úgy tűnik, hogy megint tékó lesz. Illetve ha minimális különbség, ami nem lesz elegendő a kormányzásra, illetve egy nagyon érdekes ember, a World Jewish Congress elnöke, Lauder úr is nyilatkozott, hogy a választási rendszert meg kéne választani, hisz a mostani választási rendszerben törpepártok is zsarolhatják a kormányt, és akár meg is buktathatják. Milyen új esztendő elő nézzünk, amikor 42 napon belül választások lesznek, a szomszédban háború van, gazdasági világválság, ugyan az izraeli miniszterelnök már levegőben van, és Amerika felé vette útját, ahol millió találkozója lesz, aztán rohan haza, mert a fiának az esküvője lesz, de hát legalább már szóba állnak velünk valahol. Egy másik műsorotokban én már az izraeli választási sorozat meg kormányváltozásokról elmondtam a véleményemet, és akkor azon vitatkoztunk, hogy ez demokrácia, vagy káosz, vagy anarchia. Egyebek. Na most az a anarchia, az a helyzet, hogy az izraeli belpolitika, Lauder úr ide, Lauder úr oda, a tacsvonalon kívülről mi is be tudunk kiabálni. Végül azoknak kéne eldönteni, lehet jó tanácsot adni, és hogy nekik, de hogy nekik nem jutna eszébe ilyen dolog, ezt nem tudom. Szóval... Azért mégis valami történt. 50 év után például a német kormány elismerte, hogy hibát követtek el 1972-ben a müncheni eseményeknek, és meghívták az áldozatok hozzátartozóit. Igen. És megpróbálták a további életüket segíteni, és elvesztették a családfenntartóikat. Tehát azért ennyi előrehaladás is volt, új utakat nyitottak meg, és Magyarországon is azért jobbjára életbe maradtunk. De nem haragszol, ez abszolút szubjektív, amit mondok, nem tudom komolyan venni ezeket. Ahogy nem tudom komolyan venni, hogy 78 év után hogy találnak új embermentőket, Jadvás Imre fölterjesztetteket, ezt ugyanilyen 50 év kellett ahhoz, hogy belássák, hogy ők hibáztak a saját hatóságaik a terroristák kezelésével. 50 év kellett ehhez. Ez a, tudom, Isten malmai lassan őrölnek, találták ki őseink, de ilyen lassan, hát azért, hogy mondjam, már lett volna alkalmuk 50 év alatt ugyanezt megcsinálni. És látom, hogy egy egész oldalt kapott Spán Gábor, 84 éves, ezúttal a Síp utcában. Nem érdemtelen, tudni, a Spán Gábornak a rovata, nem azt mondom, hogy majdnem annyi idős, mint az új élet, de nagyon ő olyan humora van, amelynek célzott közönsége van. Ha én az ő tárcáit felolvasnám a gyerekeim, felnőtt gyerekeimnek, vagy más 20-30 éveseknek, nem értenék. Ahogy a Hofit se értik, a Kabos se értik. Jaktis nézd, ez Péter, a mi korosztályunknak szól. 10 perce beszélgetünk, és van még pontosan 5 percünk, hogy megtudjam tőled, hogy mit válsz az ünnepektől. Te ugyan elkötelezted magad Zuglóval, és ugyan már lehet, hogy könyörögtek, hogy légy országos, vagy légy a dohány főrabbia, meg tudom én a Fifth Avenue-n vezesd a zsigangógát, de te ragaszkodsz a híveidhez. Mi lesz velük? Megérkeznek? Hát bocsáss meg, rosszul látod. Könyörögtek, hogy ne legyek országos, és ne legyek a dohány rabbia. Minden úgy van, csak az ellenkezője, hogy mi lesz az idei ünnepen. Én optimista vagyok kivételesen most, mert ez itt már nincs Zoom, tehát és egy rá se Sónaian Kiper, akárhogy is vesszük, ez áthatolazja a nemzedékeken, valahogy átszivárog,
Különösen a Jom Kipur. Az, hogy annyian nincsenek, mint x évvel ezelőtt, vagy x évtizeddel, ezt természetesnek tartom. Most hadd ne menjek ebbe bele, miért vannak mindenütt kevesebben, kivéve tegnap például a Szlichessen, a Kozma utcába. Ilyen sokan már rég voltak, mint pedig iszonyú időjárás is volt. Így van. Engem aztán torított el. Így van, és érdekes módon többen voltak, mint szoktak lenni. Pedig kevesebben vannak már a túlélők. Igen, de hát azért a második generáció, harmadik generáció, amelyik, ha és átvan érdekes, hatva, hogy egyre több fiatal érkezik ezekre a megemlékezésekre. Mivel magyarázod ezt? Hát nem magyarázom, hogy a fiatalok honnan voltak, de most, hogy mondjam, itt a szülők és a nagyszülők az érdekesek, és a második generáció. Péter, a két generáció... És hallottunk egy kiváló beszédet a budai főrabitól, aki ugyancsak rátapintott a lényegre, és hát ő elmondta, hogy miért vannak egyre kevesebben, ki miért van ott, ki, és ki miért nincs ott, és így tovább. Annyi időnk maradt hátra, hogy megtudjam tőled, hogy te, mint rabbi, kopogtatnak az ajtón, és felmérést készítenek, hogy hány lakója van az országnak, ki hogy él, ki melyik Istenhez, és hogyan imádkozik. Én nekem nagyon tetszene az, hogyha mindenki, aki zsidó, megmondaná, hogy ő egy büszke magyar zsidó, hogy lássák, hogy sokkal többen vagyunk, mint azt gondolnák. Mi erről a te véleményed? Én csak a túlélők nevében tudok beszélni. Mély megbecsülésem annak a túlélőnek, aki zsidónak fogja vallani magát. Lehet, hogy nem lesz ilyen egy se, teljesen életszerű, logikus. Ebben az országban soha nem lehetett büszkén zsidónak lenni, sőt, legbujkálni is kellett, és el kellett tagadni a zsidóságot. És ezek után nyilvántartásba bemondani, hogy zsidó vagyok. Hát akkor nem mindenki ilyen polgárpukasztó, mint én vagyok? Na várjál csak, de te nem vagy túlélő. Én csak a túlélőkről beszélek. Igen, most. De én azokról az emberekről beszélek, akik, ha tetszik, ha nem zsidónak születtek, és ha már zsidók, akkor miért nem mondanák azt, hogy hello, és itt egy zsidó, egy büszke magyar. Hát mert nem élték meg azokat az időket. Nem éltük meg, és bízzunk benne, és imádkozzunk, hogy hasonlókat se éljenek meg. Nem értem, nem kötelező, úgy tudom erre válaszolni a kérdőíveken. Nem kötelező. Péter, sőt, mit kívánsz te a heti? Sőt, hogy az állam olyan toleráns, hogy a normatív támogatásoknál, a zsidóknál eltekint, attól, hogy 12 ezer zsidó van az országban, ami egy ettől nevetséges. Eltekint a többi egyháznál, hát amennyien vallják magukat annak. Péter, te nagyon fontos vagy ennek a televíziónak a számára, úgyhogy lehet, hogy valakik nem akarják, hogy te legyél az országos, de nekünk te vagy az országos, és most egy előrehozott áldás kell a nézőknek. Hunyd be a szemed, gondold azt, hogy ott vagyunk a dohányba, és a heti televízió határon innen és határon túl, a kerekföldön, ahol minket lehet látni, hisz nyitva vagyunk a műholdak segítségével, és ugyan vannak, aki azt mondják, hogy nem néznek heti tévét, de szó szerint tudnak idézni mindent, úgyhogy hagyj kapjanak egy igazi rabbinikus áldást. Ennek a sikeréhez még én is fölveszem a kipámat, és ahogy mondják mi felénk arra, Jeruzsálembe, jalla. Akkor a nézőknek, ugye? Meg mindannyi. Az a kamera. Igen, jó, itt van Jákob. Kedves nézőink, jó rechechó adajnai vésme rechó, az örökkéval áldjon és őrizzen meg benneteket. Jó iradajnai ponovi lechovichunekó, világítassa felétek arcát, és legyen kegyes hozzátok. Jiszu adajnai ponovi lehó mindig forduljon irántatok kegyelemmel, vő jó szémlő hósulajm. Adjon néktek nekünk mindannyiunknak és az egész világnak békét, nyugalmat és egészséget.
így legyen. Amen. Amen. Köszönjük. Hát ez körülbelül olyan volt, csak sokkal jobb, mint hogyha az ország legnagyobb zsinagógájába mentünk volna, és hajtottuk volna fejünket áldásod alá. Péter, ugyanezeket kívánjuk neked is, hogy még nagyon sok erőd legyen pilpulolni mi nálunk. Ugyan egyre kevesebbet jössz, és marad a pilpul. A nézők tiltakoznak is, hogy miért nem látnak a képernyőn, de hát mindenki maga dönti el, hogy mire van ereje, vagy mihez van kedve. Mivel nincs nálatok Önök kérték című műsor, így nagyon kevés szereplési lehetőségem van. Köszönöm, hogy itt voltál, és Sana Tová, Lechavelekola Mispaha, neked is az egész családnak, és bízunk benne, hogy tovább sokasodunk és szaporodunk, és megtöltjük a Földet, és ezzel biztosítjuk, hogy tovább, hogy többet gonosz dolgok nem történhetnek velünk. Köszönöm a meghívást. Előzetesek, és már is jövünk vissza, következik Gyarmati István nagykövet. Tartsanak velünk!